És akkor hosszú idő után először ismét szükség hozta gépet készítettünk el. Egy egyszerű okból, hogy a felnyűjt borsónak a indáját nem tudtuk, mivel feletetni, tehát nincsen ilyen jószág, így komposztba kerülését kellett volna megalkotni, de tehát nem volt olyan szerkentyű, amivel ugye összebb lehetett volna darabolni. Erre készítettem egy kis egyszerű, ez a tologatósnak mondott fűnyíróból egy ilyen kis hát állványt, amire fel lett fogatva, illetve az egyik kerék levételével egy hajtókar lett rá eszközölve, amivel forgatja a pengét, és így, tehát mint a füvet, úgy szecskázza a ferkentyűt bele ide a ládába. Hát ilyen kézitolósokat már nem nagyon használgatnak az emberek, ugye, mivel modernebb, hát erre is ugye ide lehetne tenni a helyett, a kerék helyett is, ugye, ő, tehát meghajtásos, égszíjas, de én jobb szeretem az ilyen energiatakarékos megoldásokat, ahol bármi ilyen helyzetbe lehet használni, ugye kint a Szántóföldön is. Tehát ez egy egyszerű keret, amit bárhova le lehet tenni, ugye ezt akár a szélére, ott van a másik oldali kerék, hogyha véletlen vissza kell alakítani, akkor ugye meg lehessen oldani azt is. És akkor nézzük, hogy hogy működik. Ugye. Fogjuk a szecskázandó anyagot, és akkor simán csak tekerjük neki, és darabolja belefele. Itt a kézre vigyázni kell, de hát mivel nem gépi, tehát akármikor fejezni bele a műveleteket, és akármilyen szénát. És ugye a ládában pedig ott van a végtermék, amit már lehet komposztálni.